Jó napot kívánok, elérkezett a Krinicai U18-as jégkorong világbajnokság utolsó játéknapja, ahol eldől, hogy a második, harmadik vagy a negyedik helyen végez a magyar jégkorong válogatott. Másodikok akkor lehetünk, ha Kazasztánt a mostani mérkőzéssel legyőzzük, és emellett a lengyelek nem verik meg a német válogatottat. Ha viszont Kazasztánt nem sikerül legyőznünk, akkor nagy valószínűséggel a negyedik helyen fogunk végezni. Mindent megtett csapatunk Kazasztán ellen, amit az ezüstért megtehetett. Ha a mezőnyből kiemelkedő Németország legyőzi a hazai lengyeleket, minden idők egyik legjobb utánpótlás eredményét érjük majd el. A meccsen a vezetést a 17. percben Miliukov góljával a kazakok szerezték meg. Németh Attila egy percen belül ki is egyenlített. A mai nap nem szedtünk össze annyi felesleges büntetést, és így a 36. percben Hentes Kristóf góljával át is vettük a vezetést. Bár szikrázó küzdelem folyt a pályán, gól már nem esett. Így csapatunk begyűjtötte az utolsó 3 pontot is Krinicán. Congratulations for the win. Gratulálok a győzelemhez, nagyszerű meccs volt, a csapat is nagyszerű volt, és az edzők is, tehát még egyszer gratulálok. Thank you. It was certainly a difficult. Köszönjük, kicsik kívül nehéz dolgunk volt ma. A srácokat irányítanunk kellett, hogy mindig csak a következő harmaddal foglalkozzanak, ne szaladjunk olyan előre gondolatban. A harmadik harmadunkban lenyűgözően sikerült. Nem tudok eléggé gratulálni a fiúknak. At the moment, it's not. Még nem biztos, hogy ezüstöt szerzünk, de ha feltételezzük, hogy a németek legyőzik a lengyeleket, akkor ezüstérmesek leszünk. If someone tells you, ha valaki ezt mondja a VB előtt, hogy második helyen végzünk, mit mondott volna? Azt, hogy erre számítunk. Persze szép lett volna az aranyat megnyerni, a srácoknak is hatalmas élmény lett volna, de itt mi vagyunk a második legjobb csapat, és ez megkérdőjelezhetetlen. Ha ezt az ezüstöt el kell helyeznie pályafutása legszebb élményei között, akkor hol kap ez helyet a top listán? Nos, minden bizonnyal valahol nagyon elő. Persze van sok jó élmény a junior bajnokságokból, Kanadából, de ez mindenképpen valahol elő van. Nehéz ugyanis összerakni a csapatot, mikor 11 játékos külföldről érkezik. Nehéz elérni, hogy egy ilyen rövid kupa minden pillanatában ugyanúgy gondolkodjanak, még nyomás alatt is. Ezért feltétlenül hatalmas élmény ez mindannyiunknak. Csapattagoknak, stábtagoknak, az országnak és saját magamnak is egyaránt. Ha ki kellene emelni pár embert az 1-1 maximumot teljesítő válogatott játékosok közül, kik lennének ezek? Vaj Ádám, főleg a mai meccsével kiemelkedőt alakított, pontosan azt nyújtotta, amire szükségünk volt. Nehéz döntés volt számomra, hogy mikor adjam meg Ádámnak az első lehetőséget, mert Joci már 2 éve a kapuson, bízom a munkájában. Ugyanakkor jó döntést hoztunk, mert az a kapus kapott lehetőséget az utolsó találkozón, aki jobb formában védett. Erdélyi végig nagyon jó volt, Nemes is, Hári fontos pillanatokban ütött gólokat, Gallo kicsit hullámzó teljesítmény nyújtott, de volt neki is pár fontos találata, és a mai harmadik harmadban egyedülállót nyújtott. Hentes annak ellenére, hogy betegségből kilábalva volt velünk, fantasztikusan játszott. Most ugyan kiemeltem pár srácot, de mindenki megjátszotta azt, amit vártunk tőle. A lényeg az volt, hogy összeálljunk, és egy csapat legyen, egy szív, egy cél. Így akartunk szerepelni a tornán, és így is szerepeltünk. What's the plan now? Mi most az ön terve a jövőt tekintve? It's Nugi time. Semmi más, csak ez. 2 héten belül megyek haza, és majd meglátjuk, mit tartogat a jövő. Ha ismét magyar válogatott élére jelölnék, mit mondana? Nos, ez attól függ, hogy hol leszek. Ha Magyarországon vagyok, akkor persze könnyebb a döntés, de itt ugye elsősorban a szövetségnek kell eldönteni, mik a terveik. Először is gratulálok a győzelemhez. Újra megvolt a csapategység, és egy fantasztikus győzelem után vagyunk. Igen, hát köszönjük szépen. Nagyon nehéz szülés volt, nagyon jól játszott már ez a kazak ellenünk, de én azt gondolom, hogy a csapategység döntött ma mi javunkra. Megkérdeztem Bob Devertől is, tőled is megkérdezem. Ha a világbajnokság előtt valaki azt mondja, hogy egy ezüstéremmel zárhatunk, természetesen hozzátéve az, hogy az ezüstérem akkor lesz meg, amennyiben a német válogatott legyőzi a lengyel válogatottat, akkor mit mondtál volna az ezüstre a VB előtt láthatlanba? Hát én a csodakot kategóriába soroltam volna legelőször, nagyon sok emberrel beszéltünk az esélyekről. Mindenki azt gondolta, hogy ez a csoport ez sokkal könnyebb lesz, mint a másik csoport, ahonnan Ausztria 5 vereséggel kiesett.
Divízió 2-be. Én azt gondolom, hogy aki látta itt a csapatoknak az erejét, és itt volt végig, az láthatta, hogy itt már nagyon közel volt 3-4 csapat egymáshoz. A német kilógott, azt hiszem, hogy ők most már bízunk benne, hogy nyernek, és az ezüstérem így lesz teljes. Ők kilógtak ebből a mezőnyből, mind fizikálisan, mind taktikailag, mind úgy rendszerben, hogy tényleg egy ilyen átcsoportos szintű csapattal találkozhattunk. Nekünk minél többet kell ilyen csapatokkal játszani, minél több ilyen mérkőzésre van szükségünk, és akkor talán egyszer feljutatunk ebbe is, de én azt gondolom, hogy játékosként 1993-ban én nyertem ezüstérmet, akkor még B csoport volt, úgyhogy ha ma sikerülne még egyszer, az nagyon komoly lenne, nagyon örülnék neki. Ez az esetleges ezüstérem a teljes jégkorong pályafutásodban az első helyek közül melyiket foglaljál? Mindegyik más egy picit. Én nyertem ifit, serdülőkölyök bajnokságot is, nagyon sok ezüstérmet is, nagyon sok bronzérmet is. Hát mindenféleképpen a felső polc valamelyikére kerül, mert én azt gondolom, hogy hát egyedül Kercsó Árpád az, aki most rendelkezik ilyen éremmel rajtunk kívül, még 93 és 94-ből. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféle nagy képviselő nélkül nagyon büszkék lehetünk erre az éremre. Ez az utolsó mérkőzés, ez hogy sikerült? Ismét nagyon egységesnek tüntetek a pályán. Igen, nagyon egységesek voltunk. Igaz, hogy a játék nem ment annyira, de kihajszoltuk a győzelmet. Személy szerint neked mit jelent ez az ezüstérem, amit itt is hozzá kell tegyek, hogy csak akkor lesz meg természetesen, hogyha a németek legyőzik a lengyeleket? Ez az ezüstérem nagyon sokat jelent nekem, mert ugye az edzőnk elmondta, hogy 17 év után van először megint ezüstérem. Megkérdeztem Bob Devertől és Fekti Istvántól is, megkérdezem tőled is. Ha a világbajnokság előtt valaki azt mondja, hogy egy ezüsttel hazamehettek láthatatlanba, mit mondtál volna erre? Szerintem jó, elfogadtam volna. Kazasztán ellen egy fantasztikus győzelem után vagyunk. Milyen volt a mérkőzés? Az elején egy kicsit zötyögősre indul, de utána azért szépen összeszedtük magunkat, és a végén sikerült megvenni a kazakokat. Nagyon szoros volt az eredmény végén, nagyon nyomtak a kazakok? Az elején igazából szerintem a saját hibáinkból sikerült megcsinálniuk a helyzeteiket, utána már nem nagyon tudtak annyira érvényesülni a pályán, mivel azért mi próbáltuk meg rájuk erőltetni a mi játékunkat, és szerintem a végére sikerült is. Melyik volt a legjobb találkozó a világbajnokságon? A legjobb találkozó, én úgy érzem, hogy a lengyel meccs volt, amikor ugye sikerült fordítanunk a végén 3 góllal. Én azt élveztem a legjobban, azt a mérkőzést. Gratulálok a kazakok elleni győzelemhez neked is. Melyik volt számodra a legemlékezetesebb találkozó a világbajnokságon? Köszönöm a gratulációt. Hát a legérdekesebb az a németek ellen, mert ez egy hatalmas élmény volt számomra. És a győzelmek közül? A győzelmek közül, hát az összes végül is. A többiekkel beszéltük, hogy annak, hogy az ezüstérem meglegyen, még az a feltétele, hogy a németek legyőzzék a lengyeleket. Ugye mi játszottunk már mindkét csapattal, mit gondolsz, hogy a mai Lengyelország-Németország mérkőzésen mik az esélyei a csapatoknak? Hát igazából ez a Németország csapata, ez nagyon kilóg a csoportunkból, szóval ez majdnem egyértelmű. Persze vannak meglepetések, de nem hiszünk ebben a csodában, hogy véletlenül a lengyelek nyernének. Igaz, itthon vannak, meg szerintem nagyon szeretnének győzni. Amennyiben a német válogatott legyőzi Lengyelországot, mi a további program a mai napra? Hát úgy néz ki, hogy együtt nézzük meg a csapattal a mérkőzést, utána buszra szállunk, majd hazaút következik. Akkor a buszon lesz egy kis ünneplés? Hát nem hinnénk, mert éjszaka inkább pihenni szeretnénk, de holnapra szeretnénk beiktatni estére egy ünneplést. Azzal, hogy Németország magabiztosan legyőzte Lengyelországot, az utolsó mérkőzés után már biztos, Magyarország ezüstérmes az U18-as Divízió 1-es jégkorong világbajnokságon. Búcsúzik Önöktől az operatőr és vágó Mackó Márk és a szerkesztő Mayer Gábor a lengyelországi Krinicáról, az U18-as Divízió 1-es jégkorong világbajnokságról.